délután is sokan szerettek volna élni választójogukkal az 54-es választókörzetben, a Comenius általános iskolában. A körzethez tartozó választópolgároknak több mint 50%-a voksolt délután 4-ig. A szavazatszámláló bizottság elnöke elmondta, szerencsére semmiféle atrocitást nem tapasztaltak, valamint mind a három beérkező mozgó úrnak érelmet teljesíteni tudták. Választó körzetünkben, az 54-es körzetben reggel igen élénk volt a szavazás, aztán ebéd után egy kicsi szünet következett, és most újra 4 óra után megélénkült a szavazókedv. Az 1036 főből már 574-en leadták a szavazatukat, és a nemzetiségi szavazáson is több mint egy harmada már megjelent a választópolgároknak. Több megjelent szavazó nem tudott élni jogával lejárt személyi igazolványának köszönhetően, de a szavazók többsége probléma nélkül húzhatta be az X-et a listákon.